Szevasztok srácok, Makan vagyok, itt lennék egy újabb Subnautica epizóddal, amiben hát megyünk ilyen különböző szignálokhoz. Például most az előbb beraktam, itt rögtön a felvétel előtt egy ilyen Heat Signature szignált, ahol nem tudom, hogy mi van, szóval ezt meg szeretném mindenképp nézni. Plusz még kicsit fejlesztünk a Klüklopszon, vagyis hát nem tudom, hogy csináljak-e bele még ilyen pressure upgrade-et, de lehet, hogy kellene, és akkor ezzel jó mélyre le tudnék menni. Mert ugye itt, hogyha csinálsz egy fabrikátort a Klüklopszra, akkor tudsz hozzá, és megvannak ugye a fragmentek a különböző upgrade-ekhez, akkor lehet csinálni. Például itt van egy plastilingot. Hát ehhez 50, dehogy is, dehogy kell 50, egy 10 darab titánium kell, meg még valami kell hozzá, talán szilver, vagy pontosan nem tudom, mi most így hirtelen nem jut eszembe. De mindjárt megnézzük majd, és akkor csinálunk egy ilyen plastilingotot, és akkor nyomatunk bele még upgrade-et, hogy jó mélyre le tudjak vele menni, és hogy biztonságosan le tudjak vele menni. Tényleg ilyen nagyon, nem tudom, hogy hány méter mélyre tudnék akkor vele lemenni. Még van benne kettő upgrade hely. Azt mindenképp, az egyikbe biztos, hogy ezt fogok rakni, a másikban pedig ilyen power efficiency upgrade-et kéne rakni. Mindig ezt képpel akkor kilépni ebből a szarból. Szóval mindig a power efficiency upgrade-et kéne rakni, mert ugye 600 a power celleknek ugye a kapacitása, viszont elég gyorsan fogy, és csak 352. Már egy power cellt, egy ilyen cellát kicseréltem, de még hát legalább egyet ki kéne még cserélnem, ha nem kettőt, de hát az a baj, hogy nagyon sok nyersanyagba kerül. De hát kezdjünk neki szerintem úgy rögtön, és akkor annál hamarabb lesz meg. Ugye éjszaka van, nem nagyon szeretnék most éjszaka menni sehova. Úgyhogy ez most egy ilyen kis kraftolgatós eleje lesz a játéknak. Megnézem, hogy közben víz. Ó, hogy ne, itt a víz. Persze, ó, dupla víz van. Meg dupla só. Van itt minden. Na hát akkor most megint elkezdett ki dolgozni majd a gép. Na. Most amúgy pont nem látom, hogy csinálna valamit, mert itt ugye akkor buborékolni szokott, hogyha dolgozik, de... Hát szerintem most bebugolt, hogy gyorsan kirántottam belőle mindent. Na mindegy. Ne baj, van egy csomó vízünk. Van sónk ugye, hát abból na, tényleg rengeteg van. Közben kipakoltam a cuccokat. Hát és itt van, meg is van a, igazából 12 darab titánium a steel, vagy a titánium ingothoz. Úgyhogy ezt gyorsan átalakítjuk. És akkor utána ugye megcsináljuk a titánium ingotot, és utána a plastil ingotot is megcsináljuk. Úgyhogy ez egy ilyen, tényleg ilyen kraftolgatós epizód eleje lesz. Megvan a titánium, és akkor nekünk olyan kell, hogy plastil ingot, lítium kell hozzá. Még az a szerencsé, egy csomó gyűjtöttem ugye az előző epizódban, ahol ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolgok is történtek. De ez mondjuk pont silver, van való lítium, ó van, itt van lítium, egy darab kell csak szerencsére. Hát az lesz, úgyhogy meg is van. Plastil ingot, ez kell hozzá, semmi máshoz az upgrade-hez. Viszont nekünk kell még ugye power cell. Power cellhez battery kell, kettő. Akkor csináljunk kettőt, mivel van nálam. Mennyi szilikon van nálam? Három. Nem csinálok három power cellt, elég lesz szerintem még csak kettőt megcsinálnom most így hirtelen. Úgyhogy azt fogjuk megcsinálni, tehát akkor kell nekem összesen négy battery. Mennyi van itt? Egy, tehát akkor három. Három batterit kell csinálni, most meg egy copper ore kell egyhez. Egy copper ore kell, meg kettő acid mushroom. Akkor igen. Akkor hat. Hat ilyen acid mushroom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hát ebből van bőven, úgyhogy neki járunk, most tényleg izomból kraftolgatunk. Úgyhogy egészség batteri. Ugye kell csinálnunk akkor tényleg hat darabot most ebből. Utána, hát közben akkor csináljuk a power cellt is, és akkor így nem telik meg az inventory-n fölöslegesen. Spórolunk a helyen, mindenképpen muszáj nekünk olyat. Ó, megint megvan, nagyon jó. És ennyi, kész is van. Megvan a kettő power cellánk. Lerakjuk a titánium ingotot. Már amennyi persze ide... Ja, hogy volt? De a titánium, csak a titánium, nem titánium ingot. Nem szabad keverni. Ez csak titánium. Hát most így srácok, mindent pakolok mindenhova, a plastilingot pedig nekem kell, a szilikont, nem tudom hova rakjam, nem ide. És volt, hát akkor minek csinálta? Na mindegy, most már van több. Jó, a plastilingot pedig kell, majdnem kiraktam.
Ennyi víz nekem szerintem nem fog kelleni a hajón, hiszen ott van. Kaját viszont azt kéne csinálnom, mert azzal elég cserühül állok, viszont ezt meg kéne inni, így, és akkor nézzünk valamiből, amiből sok van, halacskát. Az baj, nem tudom megnézni, melyik az öreg, melyik a fiatal, melyik a... Szóval így nem tudom kiválogatni őket. Nekem az a... A Reginald kéne, az melyik is? Azt szerintem nincs is olyan, mert megettem az összeset belőle. Az tök jó alatta pedig a kaját. Nincs Reginaldom, ez se az. Hú, fish. Pepper. Mindegy, ebből is viszünk, meg ebből is. Meg... Na, ebből a csíkosból is kérnék egyet. Jó, köszönöm szépen. Mehetünk. Ó, van nálam bőven halacska. Viszünk hozzá sót, hiszen az van rengeteg, és így tartósítjuk, hát pont nem itt a só, persze, természetesen nem, ja, már tudom hol a só, jól van. Vagy itt, vagy itt, vagy itt, vagy itt. Mondjuk nézzük meg itt. Á, itt van a só, nagyon jó. 1, 2, 3, 4, 5 kell nekünk. 1, 2, 3, 4, 5. Gyorsan megcsináljuk ezt a sós halacskát. Cured food. Ezt ugye azért jó, de ezt már többször is elmondtam, de aki... Pont most nézni ezt az első részt, vagy ezt a részt, és ez az első rész, amit lát a Subnautikából. Annak elmondom, hogy akkor, hogyha sóval kraftoljátok össze a halakat, mert meg lehet sütni is, de hogyha sóval kraftoljátok össze, akkor sokkal továbbig tart. Hoppá, még itt maradt ki szerintem, így van. Akkor eláll, nem romlik meg, hogy csak megsütitek, akkor ugyanannyi kaját ad vissza, mint hogyha meg, csak így besózzátok, úgymond. Viszont gyorsan megromlik, azt rögtön meg kell enni. Ezt a sósat pedig be tudjátok rakni az inventoriba, vagy éppen egy ládába. De zavar, hogy ez most beszélt. Megzavart, amit szerettem volna mondani. Na szóval, hogy ennyi igazából a dolog. Úgyhogy most van kaja, van egy darab vízünk, de jön ilyen reclaim water belőlem folyamatosan kifelé. Úgyhogy az üttet jó. Nyomunk egy plastic ingotot, és akkor csinálunk még egy ilyen mélység, egy Klüklop Special kompenzátort, hogy ezt minél mélyebbre tudjak menni, az a lényege neki. Bele is rakjuk. Kírja, hogy 500 méter, tehát összesen Crash Depth Now 600 méter, így van, 600 méterig tudok vele lemenni, az nagyon király. Ezeket a cellákat pedig itt kicserélem. Ugye azért nem csináltam még egyet pluszba, mert akkor 47 energia fölöslegbe mennem, mert nem lehet úgy kicserélni, hogy akkor kicsit még marad rajta energia. Jó. Akkor, és itt van megint egy reclaim water nálam. Kirakjuk. Nappal is van. Minden oké. Okay. Úgyhogy, hát szerintem induljunk neki akkor a nagyvilágnak. De kiparkolok innen valahogy. Legalábbis megpróbálok úgy, hogy ne törjem össze a hajót. Akarom mondani a tenger alatt járót. Ott van az a Heat Signature, és arra elindulunk akkor. Megnézzük, hogy pontosan mi is az. Hú, tényleg úgy kéne menni, hogy ne törjem össze. Ugye részeken keresztül mondtam, meg live-okban is mondtam, hogy bakker, nekem izé kell silver, várjátok, ilyen szedek, muszáj, viszont mit meg kell állnom, srácok? Muszáj szednem ilyen növényt. Ezt a, nem tudom, hogy hívják, nem jut eszembe most a neve. Semmi nem jut eszembe most a neve, mi van velem? Ez az, Creepvine Seed, na ez kell nekem, amit fel tudok venni, annyi, és fordulok vagy háromszor, mert egyből tudjuk csinálni mind a lubrikantot, mind pedig a szilikont. Igen, eléggé megnehezítették a szilikont, és eléggé megdrágították úgymond a receptjét neki. Ezeket kidobom, ezek már ilyen mínusz cuccokat adnak, úgyhogy ezeket szépen itt a vízbe ki is fogom dobni. Hiszen ezeket drop, nem akarom megenni se, mert így mínusz 20-ra leviszik a kajámat, ez nem lenne jó, mert meghalnék itt. Na, és ezeket mi nem tudom például lesz, na azaz. Csak jó helyről kell ránézni, és akkor már le tudod szedni. Fér még? Pont nem fér el, túl sok cucc van nálam. Pedig akkor pont úgy kiférne, hogy akkor még egyet fel tudok szedni. Ez mi? Mobile Vicose Way. Hát akkor lesz titánium belőle. Ugye a fragmentet már tudtok, akkor titánium formájában megkapjátok azt. Na, ez így tök jó. Még akkor teszünk ide be, mert még itt fér. Full inventory cucc, de szerintem két inventoryval vigyünk ebből, mert, és hát nem két inventory, hanem még egyet fordulok így, és akkor ezt már search-öltük valamikor.
És ennyi. Ennyi elég lesz most így hirtelen nekem szerintem első körben, hisz... mi? Azt én dobtam ki szerintem. Tojást nem szedek föl, mert lehet, hogy valami hallgatózó halat fogok meg, és akkor nem fognak nekem szaporodni a halak az akváriumba. Na jó, még egyet szedjünk. Az az egy már ne legyen úgy. Itt úgy is maradt egy darab, azt levesszük. Hisz nem szeretem akkor. Tényleg azt mondtam, hogy viszünk két ládával, akkor két ládával viszünk. Jó, és az ott mi? Ja igen, na pont ezt mondtam, ezt nem veszük föl. Az egy stalker tojás volt például. Ez pedig itt egy áj-áj halacska. Jó neve van neki. Na de hogy ugye kerestem én Silvert, ezt kezdtem el amúgy mondani, hogy live-okban mondtam, kéne Silver. Hát igazából ebbe a biomba lehet Silvert találni, ez mi? Mobile Because A fragment, jó, nem tanul meg többet belőle, elég ez most. És hogy ez ilyen biomba lehet ilyen 60 és 100 méter között találni Sandstone-t, és abban van vagy Silver, vagy Gold. Természetesen most egy darab nincs a Sandstone-ból, na talán itt ez az. Azaz. És Silver, na. Szóval így most már meg is tudtam nektek mutatni, tehát hogy nem hazudok. Ez pont limestone. Na hát azért néha nem jön, ez is lime, nem a sandstone lesz. Viszont lehet arany is. A sandstone-ba arany vagy ez is lehet. Ó, itt nagyon sok az ilyen kavicska. De itt van copper is, mindegy igazából. Silver, na de végre lesz silverünk is, úgyhogy most már azzal is bátrabban bánhatunk. Hiszen eddig tényleg vigyázni kellett rá. Na, ez most például egy arany volt. Ez is silver. Ugye, hogyha arany, akkor így elég fura hangot ad ki. Silver ore 2. Úgyhogy tök jók vagyunk. Egész jól tudunk ugye így összegyűjtögetni ezeket a cuccokat. És hála ugye ennek a Modification Stationnek, opot egy stalker, akkor nem megyünk. Ugye nagyon-nagyon sokáig bírjuk a víz alatt, úgyhogy nem kell fölmennünk levegőért. 165 egységnyi levegőnk van, ami azt jelenti, hogy 165 másodpercig bírjuk a víz alatt, ami ha belegondoltok, átszámoljátok, az majdnem 3 perc. Ez kegyetlen, nagyon durva, szóval elég sokáig tudok lenni a víz alatt. Gondoljátok meg, hogy meg tudok úgy csinálni egy fél órás epizódot ebből a játékból, hogy 10-szer megyek föl a felszínre csak, és akkor már meg is van egy epizód belőle, a pont fél órás. Látjátok, most is mennyi mindent összegyűjtöttem, és most voltak ki, hogy 30 másodperc van vissza a levegőből. Szóval iszonyat király, nagyon jó. Na hát gyűjtöttünk, a szépen megint egy kis cuccot. Ugye ez a egy darab ugye Creepvine Seed Cluster-t ide rakjuk. A többi érc, amiket összeszedtünk, nyers cucc, még a halat is ide rakhatjuk. Ugye ez élő, ez nem fog itt megromlani. Azok pedig itt maradnak. Na de ne térjünk el az eredeti tervtől, mert már így is elhúzódott ez a kis gyűjtögetésem. Ugye hát, na hát ugye, de hát ismeritek már a játék módomat, hogy úgyse bírom megállni, hogy ne szedjek föl valamit, hogyha meglátom. Nagyon-nagyon nehéz. Ez, au, hoppá. Hú, a festés, a friss festés lejön a külklopszunkról, amit nem tudom, hogy neveztem már el. Ott is egy csomó sandstone. Ja, Istenem, látom, hogy ott van a sandstone is. Nem mehetek el érte, mert menni kell előre. Kíváncsi vagyok rá, hogy ez mennyire lesz mélyen. Heat signature. Szóval most tényleg oda megyek célirányosan már. Pedig itt is lenne mit összegyűjt. Ejj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 . Nem akarom, hogy leérjen valahol az alja. Szóval itt is lenne mit összegyűjteni. Aztán attól is félek, hogy jön valami állat és el fogja kapni nekem itt a kriplopszomat. Szóval itt van több mindentől is fél. Hát ez szerintem nagyon a mélységben lesz, ahogy látom. 450 méter, és ugye egyre jobban alám kerül az a cucc. Mondjuk ezt, neki mentem. Titániumot most, bakker, mennyi titánium van itt? Nem szedjük föl, kibírod, nem szedett, megint ott van. Ez csábít. És ott van valami. Na jó, megállunk, srácok. Mert itt van valami fragment, ami nem tudom, mi lehet. Szóval muszáj megnéznem mindenképpen. Kettő is van belőle. Modification Station, ezt mondjuk már tudjuk. De akkor titániumnak... Nem megyek el. És ez mi? Terraformer, szerintem ezt is tudom már. Ja, ezt is tudtam. Hát akkor ezen a részen akkor még lehetnek itt ilyen fragmentek, jó tudni. Szóval ezt a Heat Signature-t bekapcsoljuk, és akkor
Erre azért még lehetnek meglepetések a számunkra. Hogyha ezt a koordinátát követjük. Hoppá, kicsit eljöttem az elejétől. Jó. Jó, akkor menjünk is fölfelé. És akkor, hát arra kéne menni. Valahogy, úgy, hogy közben ne üssük le a hátulját, de igazából... Na, tessék, fel is akadtunk. Ja, Istenem, már megint ezek a hülye hangok. És közben szerintem megint jön az este. Én nem akarom, hogy... Nem akarom, hogy elkapjam valami. Csak 155 méter mély, ez nem is... Azt hittem, ez jóval mélyebben van. Ja, mondjuk már ilyen, persze, ennyi játék után már csak... Ja, csak 200 méter mélyen van, hát ez semmi. Igazából ez a heat signature, ez azt jelenti, hogy itt igen meleg van. Így van, és ugye elméletileg ide is lehetne bázist csinálni, és akkor ide lerakni egy ilyen energiatermelőt. Hű, de hát itt vannak azért különleg... Itt muszáj kiszállnom, körül kell néznem egy kicsit. Bakker, nincs semmi fegyverem, csak ez a kis kés. Na hát, így hívják a hajómat, jó. Hát figyeljetek, igazából körülnézek, hát most miért ne? Tehát itt vagyok, itt azt mondják, hogy nagyon meleg van. Az a baj, nincs nálam a hőmérő, mert az otthon maradt. Az abszolút nincs nálam a hőmérő sajnos. Ú, de itt sok a kvarc, akkor szedünk egy kicsit. Ez mi? Be lehet szkennelni? Be hát, purple stalk. És olyan lehet belőle vágni is magamnak valamit otthonra dísznövénynek. Na, takarj már a halacska. Na? Aha, akkor fogadjunk négyet foglal a... Á, persze. Négyet foglal, akkor csak egyet viszek el magammal. Ó, várj, ez micsoda, ez Mercury lenne? Gyémánt, ó, így szabadon gyémántot találtam, az tök jó. Hol vannak ezek a... Igen, a roncskövül vannak ezek a ragadozó halak, úgyhogy azt inkább ott hanyagoljuk. De tök jó, hogy megtaláltam itt ezt, mert... Lehet amúgy kéne csinálni több bázis, nem srácok? Nem tudom, hogy hogy vagytok vele. Szerintem kéne, és akkor mindegyiket kicsit így máshogy megépíteni. Mindenhol lenne egy ilyen izi, de az lenne a fű, ami ott van. És akkor így jobban lehetne jobbra-balra menni. Ó, hát itt vannak ezek a... Á, értem már, hát ezeket akarjátok innen. Bazalt. Ebbe uránium lehet. Gyémánt. Hoppá, az anyád, gyere ide. Elég kicsit sebez, de elég az. Ez mi? Ja, ez egy só. Mellém ugrott. Kifingott. Jó van, ezek ilyen pókrákok, vagy igazából pontosan nem tudom, hogy mik lennének azok. Na menjünk be ide. Lámpával be tudok jönni. Hú, itt mik vannak? Arany. Hoppá, viszont... Aj, nem. Kifelé. Merre van a kifelé? Erre. Nincsen levegőm. Aztán nem szeretnék ide halni, hanem majd akkor megyek be, amikor... Több levegőm van. Most szól. Uh-huh. Ú, de jó, hogy nem mentem be jobban, alig találtam ki. Inkább lepakolom ezeket az cuccokat, amit még most gyűjtettem. Azt hittem, hogy itt valami jobb cuccra találok, de hát na, ez van. Néha csalódni kell egy kicsit. Azt hittem megettem. Ah, mondjuk megehetnénk egy ilyet. Meg még egyet. Erre megeszünk egy halat. És akkor így jók is leszünk. Fér ide, seed, fér, jó. Na hát, akkor mehetünk szerintem. Nyomunk egy négyest. És akkor itt lemegyünk. Úgyhogy ilyenünk már van, ez nem nagy dolog. Csak találjunk vissza, bakker, csak találjunk vissza. Az a lényeg igazából. Hova tűnt, amit kiütöttem. Na de jó. Hát itt kvarc van igazából, pók, hada, bazalt, na, diamond, nem sok minden van, az az igazság, több mindenre számítottam, viszont legalább rohadtul el lehet tévedni benne,
Mert igen, sötét van. Például szerintem rohadtul nem fog belőle kitalálni. Aj, nem tudom, hogy merről jöttem. Megvan, itt volt valahol. Legalábbis nagyon remélem. Hú, ez az, legyen ez az a lyuk. Léci, 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 léci. Ah, itt van egy arany, amit nem vettem föl. Nagy hiba. Jó, ez az. Nem kockáztatom meg, srácok, mert tényleg itt fogok maradni. Inkább késsel megyünk, és akkor gyűjtögetjük még össze a dolgokat. Óvatosan körbenézünk, hogy mi a stájsz. Wow! Takarodj el! Ó, nem akartam levágni ilyen vörös. Az anyádat. Ez limestone, hát ezt meg se éri kiütni itt. Bazalt, na végre. Asztrod, de megijedtem. Jó rám támadt. De hihetetlen reflexemnek köszönhetően nem tudott megmarni, pedig össze velé marap akkor ilyen. Az anyádat. Ha! Retek. Na jó, elég volt. Na hát ezt megnéztük, ezt a területet itt, srácok, és semmi nincsen. Itt egy ilyen meleg vízforrás van, ahol ugye lehet lakni. Ez azért jó, amikor ezt nem tudom minek viszem magam, mindegy. Szóval mondjuk ez azért jó, az ilyen. Akkor így mutatom meg. Mert itt rohadt meleg van, és itt egész jó áramot lehet termelni, ugye mert itt nincs nap. Ide már nem jött le a napsugár, tehát ugye a solar panel az bukó ezen a területen. Azzal nem tudtok áramot termelni, hanem ezzel a hőenergiával tudtok. Oh, miért van ilyen mélység itt mellette? Gyerünk csak itt le. Hát ha elkap valami nagy szar, tönkre bassza nekünk. Itt mennyien vagytok? Ó, az igen. De mikor a területet bevilágít a Kruklopsz, azt nézem meg. Egyetlen. Hoppá. Hopsza. Watch ez. Na beakadtunk, vagy mi van? Jövünk? Hoppá. És itt odavágtuk megint. Hú, sajnál. Ebbe elég nehezen tudnak kárt tenni, az a szerencsém. Azt nézem, hogy itt van-e valami értelmes. Ó, azt a rohadt, de megijedtem. Azt hittem valami jó nagy szar jön felém, de nem. Igazából ennek a bajomnak itt van a vége. Tudod, ők kíváncsi, hogy ez nekem akar-e majd jönni. Hát nem. Júj. Nem, én teszem tönkre a hajót, nem kell ezeknek nekem jönni. Igazából. Nézem folyamatosan a szélét a bajomnak, de hát nagyon itt semmi nincsen igazából. Itt van egy barlang. Amiben benézhetnék, ha nem fosnék ennyire. Na várjunk csak, viszont ott van egy fragment, azt megnézzük, mert akkor nagyon hallom a hangjukat, kicsit azért félek. Jobb lenne, hogy... Hol vagy? Hol akarsz megharapni? Itt vagy. Gyere csak vissza. Akkor ne gyere vissza, nekem úgyis jó. Modification Station. Két titánium megér annyit, hogy én itt szarakodjak ezzel. Ezt legalább követed, de nem. Akkor nem basztatják a külklapszat. Na hát ez mindenképp jó hír. Ott is ott vannak a fragmentek. Ide valahol beakadtam. Hát én ezeket is meg fogom nézni. Engem nem érdekel. Gyertek, úgyis belétek vágok. Egy megvan. Hehehe, retek. Hogy befosott, láttátok? Ja, itt van. Ez is Modification Station. Az nem kell.
Itt még láttam egyet, itt van. Ez is az. Jó. Szerencsére nem agrózott rám, így nem bántja a hajót. Viszont az érdekes, mert ha C-move-ba lennék, akkor meg bántanák a hajót, szóval ez elég fura. Kíváncsi, hogy otthon majd le kellett cserélni a halálományt, mert mikor fognak megdögni. El lehet ütni? Bom. El. Hihi. Elütöttem. Na, akkor legalább a Kluglopszal el tudom ütni. Ez egy jó hír. A számomra. Így nem fog olyan gyorsan meghalni. Óva beúszott, hát ez már egy másik biomha. Na azért. Mindennek van rendje. Nem úszunk olyan bajomba, ahol nem lakunk. Mondjuk én ezen a bolygón sem lakok sehol, mégis úszkálok mindenfelé. De hát a kivétel ugye erősíti a szabályt. Van egy ilyen hülye közmondás erre. Leért az alja már megint. Csoda amúgy még nem lyukadt ki sehol amúgy a Kluglopszon, mert annyiszor odavertem már, hogy ilyenkor azért már annyit szokott sebződni, hogy így kiukad egy-két helyen. Távolról látszik az átbugolt. Mert ezt nem fogom tudni megszokni. Ugye ilyen távolról ugye még nem tölti be normálisan a textúrát is. De azért már egész közel vagyok, majd betölthetné. Hát az akváriumot nem, de látom. Akkor nem szóltam. Akkor visszaparkolunk rendesen. Jó, hogy voltunk. Jövök, itt elméletileg, itt beférek. Úgy beférek, hogy nem fogom fossá törni a moonpoolomat. Így. Áj! Mondom, áj! Jó, aki igazából, hogyha megállok vele, akkor így jó lesz. Na hát, ez nagyon jó. Mennyi cucc van nálam. Jó, sok mindent szereztünk, srácok, ismételten. Elég sok mindent csináltunk. Ugye kicsit feltöltöttük energiával a Kluglopszot, amit majd még újra felfogok egy százassal, mert megint lehet egy cellát kicserélni benne. Megnéztük a szignált, hogy mi van ott, igazából tényleg csak annyi, hogy oda kell építkezni. Ha valaki a sötétbe szeretne építkezni, már ott hangulatosabb, de szerintem srácok, én fogok oda csinálni egy bázist. Mert ugye ez azért egész jól ki van építve, lehetne még jobban megcsinálni, de szerintem fölpakolok majd a Kluglopszba. Csinálok egy bázist, mert én tudom ugye ezt a... Nem a bioreaktor... Ja nem is tudom, a heat! Uha! A heat generátort, nem tudom. Ezt a biogenerátort, ezt bioreaktort is... Na hát akkor ki fogjuk ott próbálni mindenképpen. Akkor srácok, következő részben, vagy live-ban, nem tudom mi lesz most következőnek a Subnautikából, oda fogunk építkezni. Arra a részre. Kicsit veszélyes, mert ugye eléggé agresszívek ott a mobok, de... Hát na, ugye izgalom nélkül... Mit érünk a játékkal. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez az epizód. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha pedig szeretnétek, hogy legyen Subnautica epizód, és szeretnétek minél hamarabb értesülni róla, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!